Szeretettel köszöntöm nézőinket, a Jogos Kérdés házigazdája ezúttal is dr. Nadrai Katalin ügyvédnő, és szeretettel köszöntöm Arnai Attila urat, aki a Cégmester, így hávaló Cégmesternek a vezérigazgatója. Én is köszöntöm a nézőket. Én magam pedig a társműsorvezető vagyok, és abban a szerencsés helyzetben vannak itt a beszélgető társaim, hogy nekem nem nagyon kell a tájékozatlant eljátszani, mert a mai témákban én meglehetősen tájékozatlan vagyok, nevezetesen a cégalapítás. Először a vezérigazgató urat kérdezem meg, önök hány céget alapítottak egyébként? Hát 10 000-nél többet. 10 000-12 000 talán, amiben hát nem mi alapítottuk, közel működtünk benne nyilván. De akkor a doktornő megbocsátja, most ezt nem soroljuk fel, ezt a 10 000-et, ugye? Hát rendben, nem is, én csak egyet szeretnék, egy céget, bemegyek, különböző tevékenységeket, nem tudom, a szállítástól, a plakátragasztásig, a ruhavarrástól, esetleg az újságírásig, mert azt mondták az én partnereim, hogy jobb lenne, hogyha én cégként számlázhatnék. Nem tudom, hogy BT legyen, vagy KFT. Menjünk egy picit vissza, talán még azt is érdemes, hogy egyéni vállalkozás, vagy társas vállalkozás, és akkor ha az egyéni vállalkozás az egy lehetőség, és akkor a társas vállalkozáson belül a picik, a kezdők, azok általában vagy betéti társaságban, vagy korlátolt felelősségű társaságban gondolkodnak. Tehát kb. Ezt a hármat kellene megnézni. Az egyéni vállalkozást azt nagyon egyszerű alapítani, tulajdonképpen a területi jegyzőnél lehet ezt elintézni, igazából interneten is el lehet intézni, és ez nem egy költséges formula, viszont a... Bármi maga az alapítás. Az alapítás, vagy ennek a létrehozása, az egyéni vállalkozó igazolvány kiváltása, így szokták ezt mondani. Tehát ez nem egy költséges dolog, interneten elintézhető. Na most bocsánat, hogyha én bemegyek, és azt mondom, hogy ezt szeretnék, azt szeretnék, és önök úgy látják, hogy inkább ez egyéni vállalkozói engedéllyel ez működhet, akkor azt megmondják nekem? Igazából itt a felelősség körül kell elhatárolni, hogy hogy döntünk. Ugye az egyéni vállalkozónak a vagyona tulajdonképpen nem is tud elkülönülni a magánvagyonától, tehát ha valaki egyéni vállalkozást csinál és túl nagyot hibázik, akkor adott esetben nagyon könnyen rámehet az az autó vagy családi ház, amivel éppen amit éppen a család is használ. Tehát ott nem különül el a vagyon, tehát az egy úgymond neccesebb dolog, tehát én ezt nem szoktam javasolni, én mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy valamilyen gazdasági társaságot alapítson, és itt már szintén a felelősség mentén lehet elgondolkodni, hogy betéti társaság vagy korlátolt felelősségű társaság. Ezt egyébként doktornő szerint ezt, hogy az egyéni vállalkozó teljes vagyonával felel, ezt tudják általában az emberek? Mert ezt ilyen... Igen, általában igen? Tudják, általában tudják. A teljes vagyonával felel a betéti társaság beltagja is, de ez a teljes vagyonnal történő felelősség, ez mégis elválik egymástól, hiszen ahogy a vezérigazgató úr mondja, az egyéni vállalkozónál nem különül el a személyes vagyon a vállalkozói vagyontól, míg a betéti társaságnál a betéti társaságnak van egy vagyona, és minden végrehajtási cselekménynél beleértve a felszámolást is. Először a betéti társaság vagyonát hajtják végre, illetve fizetik ki a hitelezőknek, és abban az esetben, hogyha a betéti társaság vagyona nem elég a hitelezői követelések kifizetésére, és ezt ad abszurdum a cég felszámolásával, törlésével sikerül bizonyítani, akkor a betéti társaság beltagja, mint egy mögöttes felelősként áll a tartozás mögött, de mind a kettőnél az a jellemző, az egyéni vállalkozásnál is, és a betéti társaságnál is, hogy az egyéni vállalkozó, illetve a betéti társaság beltagja, az korlátlanul felel a vagyonával. Pénzezzünk egy picit, hogy voltak éppen a KFT-t a legdrágább megalapítani, igen, ugye? De mégis az a legbiztonságosabb az egész család működése szempontjából, meg a cég működése szempontjából is. Tehát itt ez a régi szlogen, hogy az a drága, ami olcsó, és az az olcsó hosszú távon az éri meg, ez ami drágább. Ez itt megáll nagyjából. Mondjuk sokan összekeverik a felelősséget, nem tudjuk anélkül megbeszélni, hogy ne különböztessük meg a vezető tisztségviselői minőséget és a tagi minőséget. Az átlag ember ezt összemossa, csak annyit jegyez meg, hogy én a KFT-ben ott korlátolt a felelősségem, a betéti társaságban pedig ez a bizonyos mögöttes felelősséget, ezt úgy általában szokták tudni. De a vezető tisztségviselőnek a felelősségét külön kell kezelni, és külön kell kezelni a tagnak a felelősséget, tehát amilyen minőségben döntést hoztam és intézkedtem, azért felelek. És ezt már nem szokták tudni a vállalkozók.
Tehát amilyen minőségben, tehát akár BT-ben, akár KFT-ben. Nem, mondjuk egy KFT-ről beszéljünk, hogyha tagként hoztam valamilyen döntést, akkor azért bizonyos mértékig felelős vagyok, illetve ha vezető tisztségviselőként hoztam egy döntést, azért is felelős vagyok. Uh-huh. Na most ugyan egy kicsit előre ugrottunk a cégalapítástól, de akkor azért a doktornőtől megkérdezem, hogy ez most azt jelenti, hogy jó magyar kifejezéssel nem csak a vezető viszi el a balhét, hanem a tag is, tagnak a felelőssége is benn marad a működésben? Hát igen, de ehhez tudni kell azt, hogy minden gazdasági társaság úgy működik, hogy van a tagok összességéből álló testület, amit tagok gyűlésének, taggyűlésnek, közgyűlésnek hívunk, társasági formánként eltérően, akik a társaság stratégiai döntését hozzák meg általában, de a taggyűlés az tulajdonképpen a társaság működésének bármely kérdésében hozhat döntést. Ennek a döntésnek a végrehajtása a vezető tisztségviselőre, az ügyvezetőre kötelező. Ebben az esetben a döntésért, ahogy a vezérigazgató mondta, a döntés következményeért a tag, az egyes tag korlátozottan felel, de ebben az esetben az ügyvezető sem felel korlátlanul, hiszen nem az ő döntése volt. Egy másik döntés az, amit a taggyűlés közreműködése nélkül az ügyvezető hoz meg, és azért a döntésért ő személyesen felel. Azt sokan nem szokták érteni, hogy egyáltalán határoljuk el, hogy a gazdasági társaságban valaki esetleg hibázott, vagy rosszul döntött, vagy nem. Tehát az a felelősség, amit a társasági törvény, illetve most már a polgári törvénykönyv említ, az a társaság felelősségéből indul ki a másik, a gazdálkodó partnerével szemben. Lehet olyan eset is, hogy a társaságban senki nem hibázik, mégis kárt okozunk egy másik gazdasági társaságnak, és a törvény alapvetően ezt az esetet írja körül, de ugye vannak nagyon sok olyan eset van, amikor bizony hibázik valaki, rosszul dönt, rossz döntést hoz, erről igazából nem is szól a törvény, mert ugye az alapvető dolog, hogy a döntésemért valamilyen szinten felelősséget vállalok. Ugye a mai napi jogászok, az elméleti és a jogalkalmazó jogászok között komoly értelmezési viták vannak az új polgári törvénykönyv felelősségi alakzataival kapcsolatban, különös tekintettel a vezető tisztségviselők felelősségére. Kialakulóban van egy olyan egységes álláspont, amit remélhetőleg a bírósági gyakorlat is alá fog támasztani, hiszen zárójelbe jegyzem meg, hogy az ehhez kapcsolódó bírósági gyakorlatról majd kb. 3-4 év múlva tudunk beszélgetni. Miszerint a gazdálkodás körében hozott döntések nem jelentenek olyan kártérítési alakzatot a rendes gazdálkodás körébe hozott döntések, olyan nem jelentenek olyan kártérítési alakzatot, úgynevezett deliktuális felelősséget, aminek a következményeként a társaságnak vagy a vezető tisztségviselőnek közvetlen kártérítéssel kell felelnie a döntésekért. Ez a törvényi megfogalmazás talán volt már szó ebben a műsorban is erről, az úgynevezett MAL törvény, vagy a MAL törvényi szabályozás a vörösiszap áradás kapcsán, pontosan vörösiszap áradás kapcsán került be, annak a gondolatmenetében került be, hogyha a vezető tisztségviselő olyan döntést hoz, amiről kellő gondossággal tudnia kellett volna, vagy olyan mulasztást követel, hogy ez másoknak kárt okoz, azért a saját vagyonával korlátlanul felel. Hát most úgy vagyunk ebben a műsorban, hogy nem csak tájékozatlan vagyok, hanem önök szerkesztik a műsort, ugye, mert előre ugrottunk eléggé itt a vezető felelősséggel. Hát akkor még egy mondatot mondjuk, tehát a törvény úgy fogalmaz, hogy a vezető tisztségviselő felel a jogi személlyel szemben. Nem mondja meg, hogy melyik jogi személlyel, hogy a sajátjával szemben felel, mert hogy ugye főszabályként a társaságon keresztül felelnénk, ugye az elkövető társaságnak. Tehát a sajátjával szemben is felel, vagy felelhet, inkább mondjuk így, és a bármelyik másikkal, akivel kontaktusba kerül, azzal szemben hát is ezt felelhet. Most a doktornőtől megkérdezzük, mert ő ugye a PTK-n magyarázatainak némelyikét ő írta, úgyhogy akkor ezt magyarázza meg, hogy akkor kivel szemben felel. Hát én azt hiszem, hogy most már nyakig benne vagyunk a műsor címétől eltérően a vezető tisztségviselők felelősségébe. Mert ugye a cégalapítás lett volna. Legalább olyan érdekes, mint a társaságok alapítása. Itt két külön felelősségi alakzatról van szó. Az egyik egy réges-régi felelősségi alakzatunk, már az 1988-as gazdasági
társaságokról szóló törvényben is benne volt, hogy az ügyvezető felel a társaságával szembe, a saját társaságával szembe. Ez az egyik felelősségi alakzat, a másik pedig az új felelősségi alakzat, ami talán annyira nem is új, de ilyen egyértelműen először került be a törvénybe, hogy a vezető tisztségviselő adott esetben önállóan saját vagyonával felel, kifelé is, harmadik személyekkel szemben is. És ez két külön felelősségi alakzat, ez a kettő nem keverendő össze. Így van, ezt akartam kihozni bele. Mondjuk el még a kedves nézőknek, hogy erre a új módon összehozott ügyvezetői vagy vezető tisztségviselő felelősségre lehet biztosítást kötni. A biztosítótársaságok ezt már ajánlatják, mert itt ugye konkrétan megtörténhet az, hogy az ügyvezetőnek saját magának fizetnie kell. Tehát erre már ezen a biztosítók már kidolgoztak ajánlatot. Tehát aki úgy gondolja, hogy gyakran hibázik és necces dolgai vannak, mint vezető tisztségviselőnek, jobban jár, ha köt erre biztosítást. Tehát tulajdonképpen akkor foglaljuk össze egy ilyen egyszerű kuncsak számára. Én azt tapasztalom, hogy a taggyűlések, közgyűlések nagyon sok esetben egy egyszerű határozattal egyszerűen mentesítik, előre mentesítik az ügyvezetőt ez alól a felelősség alól. Tehát, hogy lehet mentesíteni? Lehet. Mert én éppen azt akartam... És ez olcsóbb, mint a biztosítás. Te jó Isten, én pedig azt akartam éppen mondani, hogy ez az egész konstrukció, ez már nem KFT akkor. Bocsánat, belementünk abba a zsákutcába, amitől a vezérigazgató úr az előbb nagyon óvott bennünket, igen, hogy ne keverjük össze a tagok felelősségét a vezetőtisztviselő. Most a vezetői felelősségről beszélünk. Igen. Most ugye a legtöbb KFT-n, tehát azért keverjük ezt össze, mert alapít általában két ember társaságot, tehát két tag lesz, és abból az egyiket kinevezik vezetőtisztségviselőnek, és akkor ő, az ő személyisége tulajdonképpen megkettőződik, mert vezetőtisztségviselőként is van egy feladata, jogköre, felelőssége, és tagként is van feladata, felelőssége, jogköre. És ezt szokták mi nem, de a kedves ügyfelek összemosni. Na most én erről még mind nem tudok, tehát én még ott állok, és akkor az, hogy BT legyen, vagy KFT. Hát akkor talán akkor... abban az irányba mentünk el így, hogy KFT legyen. Tehát legyen KFT. Ha lehet, most, akkor inkább na most KFT akkor én gyorsan elmondom a kérdéseimet, jó? És akkor mármint úgy, mint kuncsaf, mint ügyfél, igen, mondom el a kérdéseket. Hogy, tehát ugye, mert azt tudom, hogy az ardai vezérigazgató úr az most nagyon komoly petíciót intézett a cégvezetőköz és egyéb kommunikációs bázisokhoz, hogy hát tulajdonképpen az nem szerencsés dolog, hogy 0 forinttal is el lehet indítani egy KFT-t. Hogyha akar, akkor erről egy mondatot mond, de én nekem még csak egyelőre az a kérdésem, hogy az alaptőke összege az milyen legyen, mert látszólag nagyon mozó, hogy egy BT-be, ha 2x10 000 forintot beteszünk, ugye beltag, kültag, akkor azzal már elindulhatunk. Látszólag az is logikus, hogy mondjuk ezt a 3 milliós alaptőkét egy KFT-nél nem minek emeljük, de azért én, ha megkérdezem, hogy nem lenne érdemesebb, mert én nem tudom, orvosi műszereket akarok gyártani, az, hogyha én mondjuk 60 millió forinttal alapítanám, akkor önök mit mondanak? Tehát a BT-nél is, KFT-nél is van-e olyan, hogy tanácsot adnak abban, hogy mi legyen az alaptőke? Abszolút, szokták kérdezni, tanácsoljuk, és akkor legtöbbször nem fogadják meg, ezt meg így rögtön előre elmondom. Tehát a BT-nél azt szoktam tanácsolni, hogy legalább annyi alaptőke legyen, ami a tevékenység jellegéhez igazodik, tehát amit az a tevékenység, amit a társaság kitűzött célként, hogy az abból legalább elindítható legyen. Ezzel szemben a kedves ügyfelek ilyen 10-20 000 forintokat szoktak úgymond rendelkezésre bocsátani, amivel az a probléma, hogy már az alapítás költségeit sem fedezik, és akkor a könyvelő, szegény kedves könyvelő rögtön abban a problémával szembesül, hogy negatív a házi pénztár, és akkor tagi kölcsönt kell bekönyvelni, mert hiszen ezt a tagok utólag beleadják, belefizetik, mert ugye a számlákat, költséget ki kell fizetni, és akkor a könyvelő küzd a tagi kölcsön szindrómával, ami ráadásul 2013 óta adózik. Nem túlzott mértékben, de az elvárt adó szabályai szerint adózik. Tehát ez egy nem egészséges dolog. A KFT-nél teljesen más a helyzet, ott ugye minimálisan a 3 millió forint az előírás, tehát azt formálisan be kell vállalni, hogy 3 millió forintot rendelkezésre bocsátunk. Viszont nem mindegy, hogy mikor. És akkor itt van a múltkori adásunknak a problémája egy mondatban, hogy alapításnál, ha 0 forintot bocsátok rendelkezésre, akkor megint fölmerül az a kérdés, hogy miből fizettük az alapítás költségeit, és miből kezdtük meg a gazdasági tevékenységet. Tehát én
csak így nagy átlagban azt szoktam javasolni, hogy legalább az alaptőke felét, tehát mondjuk 3 millió forintnál egy másfél milliót azért fizessünk be, és akkor látszik annak a vállalkozásnak a komolysága és az értelme. És az, hogy mondjuk ezt a 3 milliót kötelező, az, hogyha mondjuk valaki 50 vagy 100 millió forintot, mert ugye akkora a vállalkozása, meg akkora tőkéje van egyébként, tehát akkor volt olyan például, hogy a doktornő azt mondta, hogy ne 3 milliót, illetve hát ugye régebben, hogy ne 500 ezret, ez a régebben, ez nem is volt olyan régen még, hanem mondjuk 10 milliót tegyen be alaptőkének. Természetesen volt. Természetesen ennek mi volt. A haszna nekem ennek, számomra? Ennek az a haszna pontosan, amit a vezérigazgató elmondott, hogy most ne a plakátragasztásról és azokról a tevékenységekről beszéljünk, ahol viszonylag kevés a befektetés költsége, és bocsánat, viszonylag hamar megtérül a befektetett munka, hiszen elvégzem a munkát, kiszámlázom, jön a pénz. Beszéljünk egy olyan tevékenységről, mondjuk, mint egy új egészség kiegészítő vagy szépészeti termék kifejlesztése, ahol laboratóriumi vizsgálatok kellenek, engedélyezés kell, alapanyagbeszerzés kell, tehát az első számlám ellenértékének beérkezéséig költök körülbelül 10-15 millió forintot, és azt előre meg kell finanszíroznom. És abban a pillanatban, amikor egy ilyen tevékenységet indít a társaság, szembe kerülök azzal a problémával, amit a vezérigazgató is mondott, hogy ha nincs annyi alaptőkéje a társaságnak, amiből finanszírozni tudja ezeket a fajta befektetéseket, akkor tagi kölcsönt kell biztosítani annak az összes hátrányával. Most ott ülök mondjuk a cégmesternél, és most már tudom, hogy KFT kéne alapítani, de még egy csomó mindent nem tudok. Azt is tudom, hogy nem szabad nagyon kicsi alaptőkét, tehát jobb, hogyha nem a minimális pénzt, vagy jobb, hogyha nem nullával indítom el a KFT-t. Viszont azt még nem tudom, mert azért ugye az ember ezt is szeretné tudni, hogy mennyibe kerül maga ez a cégalapítás nekem, mert ugye itt cégbírósági bejegyzésről, közzététerről, és hát ügyvédi munkáról, szerkesztésről, egyebekről van szó. Mennyibe kerül egy ilyen cégalapítás? Hát nagyon nagy szórás van a piacon, szakértelemtől, egyéb dolgoktól függően, és még van egy, nyugodtan mondhatjuk, van egy kettősség a piacon, hogy vannak az ügyvédek, ugye, akik eleve úgymond szakmájuk a cégalapítás, de vannak ilyen szervező irodák is, mint mi vagyunk, akik egy picivel több szolgáltatást nyújtanak, mint egy ügyvédi iroda, picivel vagy többen, ezt nem tudjuk, de mindenképp többet nyújtanak, és ugye ezek vannak a piacon, és hát ezeknek vannak a tarifái, hát amit én látok, én egy KFT alapítást a 15-20 ezer forinttól egészen mondjuk 200 ezer forintig hallottam már díjakról. Tehát meg kell hallgatnom az árajánlatot, és akkor utána... Igen, és mindig meg kell nézni, hogy mit takar az árajánlat. Tehát sohasem az a kérdés, hogy mennyi, hanem hogy mi mennyi. Tehát menjünk vissza Hofi Gézához, hogy mennyi, mi mennyi, 30, mi 30. Ez egy vicc volt annak idején, sikeres kabaré műsora volt a Hofira. Tehát nem az a kérdés, hogy mennyi, hanem hogy mi mennyi. És az sem mindegy, hogy iratmintával alapít mondjuk egy ügyvéd céget, cégbírósági iratmintával. Az iratminta, ez azt jelenti, hogy ugyanaz a bizonyos paramétereket. Így van, és abban azt adatokkal töltjük fel tulajdonképpen, vagy pedig egy testre szabott létesítő okiratot készít az ügyvéd, ami nyilván, hogy több munka, több idő, és drágább lesz, mint egy iratmintával készült. És ennek az illetéke is drágább. Talán a KFT-t mondjuk el, hogy, és a BT-t, hogy KFT-nél 50 ezer forint az illeték maga, hogyha iratmintával alapítjuk, 100 ezer forint, hogyha nem iratmintát készítünk, hanem az ügyvéd önálló testre szabott iratot készít, a BT-nél pedig ugyanez úgy jön ki, hogy 25 ezer és 50 ezer. Hát ezeket, ezt így mindenképpen célszerű az ügyfélnek megfontolni, mielőtt belekezd ebbe a dologba. És hogyha úgy veszük, ugye mondta a vezérigazgató úr ezt a 200 ezer forintot, de van ennél még sokkal bonyolultabb cég is, tehát hogyha valami hát részvénytársaságról itt nem beszéltünk, tehát itt BT-kről, KFT-kről beszéltünk, igen. Hogy én ilyen intervallumban hallottam árakat. Igen. De lehet, hogy ügyvédőnek más tapasztalata. Hát ugye valamennyi társaság önálló hatalom, tehát valamennyi társaság önálló bánásmódot és önálló árajánlatot igényel. Azt azért hadd mondjam el, hogy ügyvéd nélkül nem lehet társaságot igen. alapítani. Tehát ügyvédi közreműködés mindenképpen kell. Ügyvédi ellenjegyzést azt a törvény is megkívánja. És azon kívül valóban ügyvédi irodák is
egyéb cégek is számtalan plusz szolgáltatást kínálhatnak az ügyfélnek. Az, hogy szerződés mintával alakul egy cég, ez nem egy dehonestáló dolog, hiszen egy egyszerű plakátragasztásra alapítandó cégnek felesleges, komoly, bonyolult társasági szerződést csinálni. Tehát ez még egyszer az én kedvemért. Tehát az iratminta az annyit jelent, hogy gyakorlatilag van egy nyomtatvány, amit kitöltök, és gyakorlatilag pontosan, van a cégbíróságnak egy nyomtatványa. Így van, ez benne van a cégben. Van egy iratminta, amit kitöltünk. Ugye, ahogy a vezérigazgató is elmondta, ennek az a hátránya, hogy hamarabb bejegyzik a céget, olcsó, fele annyiba kerül a cég alapítás, és azt követően a cég működése során, miután a cég is egy élő organizmus, bármikor átérhetek a nem mintás, ahogy mondják, társasági szerződésre, külön költség nélkül. Bármikor átalakulhatok egy egyéb szervezeti formába, de erről majd azt gondolom, hogy egy külön műsorban fogunk beszélni. Tehát az az alapító okirat, alapokmány, amit az alapításkor készít az ügyvéd, az soha nem egy örökké tartó szentírás, hanem az egy alapító okirat, ami majd a cég életében bekövetkező változásokkal párhuzamosan folyamatosan módosulni fog. Még annyit hagyd tegyek ehhez hozzá, hogy nekünk elég sok céget látunk, és az a tapasztalatunk, hogy olyan átlagosan 2 évente változnak az adatok. Ugye vagy új lakcímre költözik maga a tag, vagy az ügyvezető, vagy a székhelye megváltozik a cégnek, kilép valaki, belép valaki, tehát általában van módosulás, és ilyenkor akkor meg lehet ragadni az alkalmat, és akkor a ilyen változás bejegyzésnél akkor áttérni az iratmintáról egy egyedire, és akkor ilyenkor ez nem kerül plusz költségbe. Ehhez szorosan kapcsolódik még a határidő, illetve az, hogyha valamiféle kis hiba van mégis az alapító okiratban, akkor azért hogy vállal felelősséget az, aki szerkeszti. De ezt már a következő műsorban fogjuk megbeszélni majd, mert elfutott a mai műsoridő, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy segítettek a szerkesztésben. Nagyon remélem, hogy ilyen érdekesen és tartalmasan fogjuk tudni tovább végigvenni azt, hogy hogyan és miként érdemes a cégeket megszervezni, működtetni. Köszönöm szépen Ardai Attila vezérigazgató úrnak, és köszönöm szépen dr. Nadrai Katalin ügyvédnőnek, és nagyon szépen köszönöm a kedves néző figyelmét. Ezzel kapcsolatban és bármi mással kapcsolatban is a jogoskérdés@6oscsatorna.hu e-mail címre várjuk a kérdéseiket. Viszontlátásra!